Következő körbe érkezésig is, itt a célterületen is picit teljen az idő, egy-két információ morzsával foglak titeket kényeztetni, az idő Urdongrival kapcsolatban. Ha esetleg nem lenne mindenki teljesen felkészült, mert volt a kérdelem, hogy Pécsen, hogy azt tapasztaltam, nem volt mindenki teljesen felkészült, hiába mentem ki kérdezősködni. Mégis a Urdongrival is történik. Na most például ugye alapvetően az idei Tour de Hongrie 879 km hosszával rendelkezik, és 2125 méternyi szint különbséget kellett legyőzni a kerékpárosoknak. Rögtön az első Szent Gotthard szakaszon 168 km és 821 méternyi szint különbség volt abban a bizonyos szakaszban, és ennek a végén volt a hát én azt gondolom, hogy ez igazából egyetlen olyan svéd befutó, ami tényleg klasszikus és kívülhetőleg lehetett mondani. Talán kisebb volt a káosz, bár engedve egy teljes mértékben kijelenteni, de a lényeg, hogy jól látható felvezetések voltak, és ebben igazából Bora Hansgrohe vitézkedett igazán, ahol Delifán Poppel tökéletesen megcsinálta, tökéletesen felépíti a lehetőséget szemben ennek az ír versenyzőnek. De végül nem Sam Bennett nyert, hanem világ bőne vége. Közben pedig már érkezik a mezőny, itt a célegyenesbe. Nem meglepő módon teljes legyünk. Egyébként valószínűleg ugyanazok volna a forgatók, mint az egyenes mezőnyben. Legfeljebb lett volna egy hát egy 3-4-5-6 fős szökés. És akkor lehet zúgjon a vastaps, tehát kedves hölgyek, urak, mindjárt itt a mezőny. Simon Peti terékig kiport az autóból, hogy buzdítson mindenkit szurkolásra. És már Kinsi előre, már Kinsi megeti a sort, a sárga tribúcs az összetett győztese. És mindenki egyesével átzúg. Színvonalon nyíl volt egynek szakadva a sor, nyilván kellemesen cseverészik a hátsó sorban, és akkor itt vannak ezek a bizonyos sportdirektori autók, csapatvezetői autók, ugye ezek teljes mértékben fel vannak szerelve szinte mindennel, ami ahhoz kell, hogy technikai hiba esetén ne legyen gond a csapatokkal, vagy ezek a versenyzőkkel. Azonnal tudok tartalékkereket átadni, azonnal tudok tartalékkereket adni. Tele vannak étellel, itallal. És profi termékekkel. És nem lesz meg gyönyörűek ezek az autók. Dér Zsolt gurul el, szövetségi kapitány bácsi, magyar kerékpár válogatott szövetségi kapitánya Kóbányban látja ezt a tisztséget, és egészen szisztematikus és komoly munkát végez lehetőségei szerint érzol. Ugye én folyamatosan itt rengetem előtte a kalapomat, és sokat szoktam vele beszélgetni, és nagyon jókat szoktam vele beszélgetni. Yeah.
elmúlik volna, tudva belőle, aztán egyszer csak láthat, hogy egy próbálkozás, végül is új életre kell.